Sziasztok, ez itt a Bögre afrikai alakot végigjátszásának 57. epizódja Ádi bácsival. Szia, Ádi bácsi! Sziasztok! Ádi bácsiról tudni kell, hogy kicsit fura most a hangja. Ez nem tudjuk miért van, de ez így marad. Szóval, hát igen, az, hogy is van, a technika ördöge, kiismeretetlen, vagy nem is tudom. Igen, most így hirtelen nem tudtunk valamit kezdeni. Jó, semmi gond. Ez van, ezt kell szeretni. Most már befejezzük ezt a végezést akkor is, hogy a mindenki ellenünk van. Oké. Szerintem akkor indítsuk is el, vagy esetleg egy kis összefoglaló az eddig arról, hogy hogy állunk. Hát nem egy tudom. Kis recap inkább magunknak. Most ugye belementünk ebben Mazandaren. Hogy igen, Mazandaren háborúban vagyunk. Az a mi újság. Hát ugye jöttél segíteni, beálltál ostromolni, én addig itt a két déli tartományt próbálom elfoglalni, mert nem tudok tovább menni. Egyelőre mínusz a war score, foglalom is vissza a saját területemen csekély sikerrel azt, amit bevettek egy pillanat alatt azt a 8-as erődöt. Hát ennyit tudok elmondani nagyjából erről a sztoriról, és hogyha visszaemlékszünk, ugye előző rész végén, megérkezett a forradalom Franciaországba, egy kicsit megcsúszva, késve. Megint. De amúgy nem franciák az elsők, akik forradalom. Már volt Revolutionary Ottomans, meg volt... Igen. Azt hiszem a franciák a másodikak akkor ezzel együtt. Léteznek-e még az oszmánok, by the way? Nem, elpusztultak. Abszolút nem, aha. Hát nem síratjuk őket sokáig, de azért érdekes dolgok alakultak ki a Balkánon, tehát hogy így a volt oszmán területeken a lengyelek, a szerbek, az albánok, a mamelukok, meg az oroszok, meg a velenc. Hát, velenceiek sorta kinda osztoznak. Ugye azért Velence egyszerűen sosem vesztette el azt a szigetet, a Krétát, amit amúgy általában el szokott veszíteni. Mi a tervünk itt a végére, az endgame-re? Van-e valami... Nagy hát, de tulajdonképpen van a hátra 14 évünk, 13 évünk a játékból, az nem sok igazából, olyan hatalmas háborúkra egyébként kevés is, főleg, hogy ez a Mazandaren azért még el fog tartani legalább szerintem egy olyan másfél-két évet. Meglátjuk, hogy mit hoz a helyzet. Ugye szó volt arról, hogy a franciák ellen be lehetne úgy menni, hogyha a lengyeleknek megjönne a függetlenedési kedve. Ez most nagyon nem úgy néz ki, hogy megjön, ugyanis akkor elviszem, hogy szupportálom a függetlenségüket, akkor írja, hogy lojálisak, és még hogyha nem lennének azok, akkor is elég messze állnék tőle pontban. 44 pont különbség van a pozitív és a negatív között. Ha levesszük azt az ezres módosítót, úgyhogy hát ezt nem tartom valószínűleg, hogy ez hirtelen változni fog. A spanyolok érinthetetlenek ugyanúgy, mint a franciák most. Úgyhogy hát igen. Kis sikereken próbálunk még kozmetikázni a végeredményen. Igen, tehát én azt gondolom, hogy a nagy dolgot már nem viszünk majd véghez. A spanyolok 631 ezeres hadsereget tartanak fent. Tehát egy összehasonlításképpen nekem 177 ezeres van. Akivel én fel tudnám venni a harcot, az a brazilok. Igazából nekik a brittek a szövetségeseik, ez a para része a dolognak, szóval valószínűleg ebből se lesz semmi. Indítom a játékot, és Okay. Akkor játsszuk is le ezt a mazandarani partit. Látom, hogy tudod, elvesztettél egy ostromot? Hát ez még az elején volt tulajdonképpen. Uh-huh. Ott átjöttek. Most kérek oda egy tábornokot, aztán megpróbálom egy kicsit hamarabb visszaszerezni. Nem, azt nem szoroz igazából, akkor a haderejük már nincs, hogy átüssenek azon, ami nem, csak van. Az, hogy ezt most vissza kell venni, mielőtt megköltetnéd a békét, nem? Szerintem igen. Nagyon, nagyon lassan halad az ostrom. Ráküldök egy artillery. Hát ez mínusz 49-re vitte. Aha, látom, most de legalább át van törve a fal, így azt hiszem nagyobb eséllyel fog csökkenni. Igen. Neked is mínusz 71-ről indul, pedig hát pont nem ért hozzá az ostromhoz a tábornokot, sajnos. Nekem hol van ostromom, vagy hol van tábornok? Hát te ostromlod éppen Mazandaren. Ja! Ja, hogy itt is vagyunk. Oké. Okay. Most én azon gondolkodtam, hogy megálltam egy pillanatra, mint hogy elindultak volna ugye megkerülni Suez felől a dolgot. Uh-huh. Lehet, hogy én kibekkelek mögüled, és megpróbálom útjukat állni, mit szólsz ehhez. Hát, hogyha nem, úgyse tudsz ott semmit csinálni, nem tudsz... Nem. Át tudsz menni Samovatton át, nem? Samovatton át kéne tudnod menni.
Nem, körbe megy. De mi fogja ott? Hát ez nagyon jó Ott nincs kérdés, erőd. fogalmam sincs. Fucking kidding me. Meg nézzek egy erőd térképmódot, hát az megmondja nekem az igazságot. Fort level. Azt mondja, hogy Samawatot fogja. Ja. Vagy nem Samawatot, hanem Shattot el tudtad foglalni, viszont Shattot nem tudsz átmenni. Mert ott van a vonal. Az, amit a... ez itt olyan érdekes dolog A hoveizei. Értem amúgy. Tehát a hoveize az oda... amit most én ostromlok, az oda projektál. És ezért nem tudunk ott átmenni. Tehát be tudunk menni a területre, viszont tovább már azon a vonalon nem tudunk átmenni. Oké. Hát amúgy jöhetnek, nekem van itt hadseregem Malik közepén, de... Nem is arra, attól félek, hogy téged megy szétírtani, hanem a kis 29-es serege, aki ott küzd ezzel az elvesztett erőddel. Szóval nem is engem féltesz igazából. Hát jó. Oké. Akkor csapassuk. Az a baj, hogy eléggé bullshit elős itt a játék, én mehet közben. Nem igazán játszott fair küzdelmeket, ahogy láttuk. Nem mondod. Most próbálok keresni egy helyet, ahol ledobhatom esetleg még az utolsó traderemet. Figyelj, elindult délnek itt, kitrükközött. 50, újjaj. Egy elég nagy sereggel itt átkelt a egykori hormozi területeken. Úgyhogy megpróbálom még itt útját állni, és jövök támogatni a 14 ezres sereget. Ja, látom, 52 ezres. Aha, most megijedt. Jól van. Én folytatom ezt az ostromot mínusz 71-jel, tehát ez így úgy tűnik, hogy ez nem is akar már sokkal jobb lenni. nem dobsz rá esetleg egy ágyúzást? Nem. Jó. Nem okay, dobok rá, mert nagyon-nagyon... én ezt nagyon kidobott pénznek érzem mindig. Oké. Inkább veszek ideákat, mert az nem kidobott pénz. Csak majdnem. Igen, ez diplomat plusz egy. Biztos hasznos, biztos jó valamire. Most az van, hogy 13 év múlva kell nekem újra ideát vennem, szóval most azért... belefér az, hogy kicsit költsek, de nem arra, hogy megágyúzzam. Ajajajaj, ott veszélyben vagy. De hogy jött át? Na jó. Hát itt nincsenek erődök, azért ment át. Lépjek hátra, adjam fel ezt az ostromot? Nem. Engedd el azt a tizen, akárhány ezerest, főleg, hogy pont most kattant át a tik, tehát most már 49 az annyi. Megpróbálok a maradék egységeimmel elé menni, ezzel meg, hogyha tudok majd menekülni. Uh-huh. Hát mondjuk nem fogja addig kérdezni. Hé, ne unpauzolj! Kilva önálló lett. Hogy? Kilva önálló lett az egyik francia területen. Na gyorsan a üzenetet. Igen, küldöm a hadüzenetet. Ráadásul, ja nem, az a szírszarab terület, jó. Az Anzibáros. Hát ilyen, hogy is kéne ezt csinálnom? Lehet, van egy kis pénzem oda gyorsan összedobni egy seregecskét. Uh-huh. Jó, hát ez mennyi idő alatt lesz kész? Szerintem még kibír egy kis időt, mit gondolsz? Figyeljenek, a Kilvának nem lesz nagyobb serege 5K-nál, azt is most kezdi el gyártani. Szóval, hogyha ledobsz 4 mörköt, és azonnal befogad vele bagamolyót, akkor azok simán jók. Jó. És azok ott megállnak addig, amíg esetleg a többi elkészülés át tud menni Zanzibárra. Na, jó, de nézzenek! Küldök. Hát mik vannak? Igen, az jó ideje már a forradalom kezdete óta be volt foglalva, úgyhogy küldöm is a kilvaiakat nem érdekli ez az egész revolutionary bullshit. Mi van itt nekem? Barátkozok a lengyelekkel, barátkozok a franciákkal, egyik se ér túl sokat egyébként. Sajnos. Mással meg nem nagyon érdemes barátkozni szerintem. Kínával lenne talán érdemes, oroszokkal, bár az oroszok, igen, azok Kínának a szövetségiség. A kínaiak egész jobban lennénk egymásra, hogyha nem lennének 50 millió kilométerre tőlem. Mizu? Meg vagy? Megvan. Na, lássuk, hogy alakul itt az ostromom körül.
Az a baj, hogy ez a két sereg összeáll, a két kvázi 50-es, és rá a 44 ezres ember, az nekem fájni fog, úgyhogy... Úgyhogy örülök, hogy jössz visszafelé a hadseregeiddel. Innen a... Hogy is mondtad, volt hormuzi területek? Jó, én most kicsit jobb lett a gazdaságom ezzel, hogy vettem most új ideákat. Ezek mind olcsósító ideák voltak. Absolute power! Várjál, kit akarok erősíteni? Mamelukok rátámadtak a mukálokra. Spanyolország rátámadt Khmerre. Nem bírnak a segükön maradni ezek a nagy népek. Szóval nekem, amire szükségem van, az az, hogy statisztek kerüljenek hatalomra. És az bizony mindenkinek tetszene. Everybody liked that. És ezzel visszakerült középre a, hát majdnem középre a mutató. 14%-on van már a mazandarani cucc. Úgyhogy szerintem ez az ostrom most meg lesz. Miért állunk mínusz 12%-on? Ja, várjál, emlékszem. Azért, mert rossz kasszusbelit adtál meg, igaz? Nézők biztos emlékeznek rá, de én nekem úgy rémlik, hogy Ádi bácsi amolt adta meg a kasszusbelinek. Mindjárt kiderül. Take capital amol. Aha. Tehát rossz kasszusbelit adott meg, és így... Hát és így menni kell háborúzni. Ja. Megvan az ostrom 7%-ra, azért az nem rossz. Az lehetne rosszabb is. Jó, ezt itt elkaptam ezt a sereget. Kicsit kifosztom a területet. Az uralkodom Sinner lett. Legjobb. És akkor én szerintem elindulok Amol felé, majd gyere már Ádi bácsi, nem tudom most hallasz-e, vagy... Mi van? Mert... Megyek, csak közben itt nagyon ja, jó. lefigyeltem, koncentráltam. Azt hittem le vagy némítva. Mert itt valószínűleg sokan vannak. És remélhetőleg, jó, Amolt még nem ostromolja senki, úgyhogy igyekszem ráállni gyorsan. Hiszen közben a britekkel is háborúban vannak ám. A mazandaraniak. És úgy látom, hogy Teheránt veszi vissza a seregük. 78 ezer sereggel. Mi indulnak. Borzasztó nagy sereggel bírnak. Mennek hát a mukálon. A mukál... Pedig a mukál... Mi, hol mennek arra? Hát hozzám valószínűleg. Jaj, hogy megkerülik? Aha. Jó. Én most mínusz 78-on vagyok. Nem is tudom, hogy merre, hogy induljak el vissza, vagy mi legyen. Állj meg ott középen. Ott kb. Hamadanon. Hamadan. Vagy jó, ott vagy a Koramabad is. Mindegy. Azt megy tovább. Én azt hittem, bocs, hogy lejjebb van ez, kerestem. Ahol vagy, azt mondom, hogy ahol vagy, okay. Ott állj meg. Ne lépj tovább. Ne mozdulj. Jó, már egy pillanatot. Az a lényeg, hogy el tud kapni őket, amikor jönnek vissza. Itt a Ahvazonát. Vagy pedig, hogyha rám támadnának, akkor is tudj besegíteni, mert azért én kétszeres túlerővel néznék szembe. Lehet, igen, hogy megnyerném a csatát egyébként, de... Nem tetszik feltétlenül, amit látok. Hát érthető az aggályod. Köszönöm. Most lehet, hogy elindítom éjszakra itt azt a seregemet is, aki visszavette. Sőt, egész biztos, úgyhogy mehet tovább, ugye? Igen. Most kávés szűrcsögetve nézem. Megjelent a sereg ott Ahvaznál, egy 39-es, szóval valószínűleg a másik is ott van. Még egy 39-es? Ez az előző 39-es. Megkerülték Zagroszt. Az Zagroszi hegyeket. Aha, csak 2.39-eset is látok. Kettőt? Hol a második? Igen. Dash tisztámba. Azt mondom én is, hol az első? Az meg Malamirba. Zagrosz hegység alatt. Vagy tőle nyugatra. Zagrosz. Miért nem látom Malamirt? Nem tudom. How? Ez a kettő az, ami körülment, nem? Azt hiszem, de hát ez az összes serege lesz szerintem, igen, mert ez igen. 80 ezer. Valaki még háborút indított ellenük? Nem. Nem. De hogy nem? Hát a brittek. Jövője. De azok ja, nem a mukálokkal harcolnak, a mamelukok. Igen, wow. igen. Az előbb történt okay. Az is, az a hadüzenet. Akkor, amikor a brittek meg rátámadtak, nem, a spanyolok támadtak rá Khmerre. Of all people. Értem. Figyelem közben, hogy mi újság. Jó, indítom tovább. Az a jó, hogy ez az ostrom megvan. Tehát
nem tudnak átmenni Shirit sátba, ahol állsz, amíg be nem veszik Hoveizet. Szóval ez a pozitív oldala. A negatív oldala az, hogy most gyakorlatilag 80 ezer ember van köztünk a két seregünk között. De én el vagyok az ostrommal egyenlőre. Jó, nekem megvan a izé. Ahhoz képest, hogy nem tudnak átmenni, itt oda jöttek. Oda tudnak menni, a Hoyez vonalán nem tudnak tovább menni. Tehát Akvázba még el tudnak menni, Bástrába már nem fognak tudni. És hozzám vajon? Hozzád sem fognak tudni, mert ott van az erőd. Jó, közben megkötöm már a békét, mert bevettem Kilvet. Aha. Vagyis a Kilvával. Igen, igen. Jéj, megszereztük a területet. Egy pár rivókort azt csinálok. Megpróbálom én is elintézni, hogy fellázadjanak itt a, az én területemben lévő franciák, vagy az én francia területeimben lévő emberkék. Hát, ha jó buli lenne. Jó. Oké, és unpauzolhatunk. Én most merre mozgok? Filozófia? Vagy legalizmus, vagy miszticizmus? Amúgy legalizmus, ha minden igaz. Most ebből fog tudni pénzt is szerezni. Jó, ráálltak az ostromra. Elfelé mozog onnan az a 46-os sereg, úgyhogy az, lehet, hogy azt meg kéne próbálnod leütni azt a 42-eset. Hát megvárom, még távolabb megy, jó? Jó, úgyis én az közben már egy olyan 29 ezer emberem, igen. Jó. Cool. És mindjárt támadok, ahogy közelebb érek. Jó, szerintem itt az idő. Szerintem is, de nem fogod átokni őket. És kimozgott. Viccelsz? Jó, na, ott talán elkapom. Ami jó, mert az Drylands, az előző Mars lett volna, szóval ez most ténylegesen jobb. Csak a kisebbik sereggel értem oda előbb, de most ott vagyok. Fine. Jó. Szép volt. Ezt elkaptam. Szép manőver volt. Én mínusz 42-n állok. Közben itt egy kicsit visszafutok, hogy ne jöjjön át hozzám, vagy okay. Ha át is jön hozzám, akkor is elé tudjak vágni. Hopp, és visszafordult ő is. Jó, erről leveszem a gyors menetelést, mert az nagyon eszi a morált. Remélem hozzám vonulnak vissza. Ó, oh, nem, sajnos, pedig az jó móka lett volna. Hopp, várjál, csak megint beállt egy érdekes szituáció, szerintem ott megint elkaphatom. Aha, a 45-öset, simán. Simán, ez most a 28-as, ami maradt 28 a 39-ből, és megverted, az golasztámba vonul vissza, egész biztos vagyok benne, átsétál rajtam. Úgyhogy ő Kumisz felé ki tud majd jönni, viszont így, hogy kettőben elvered őket, így teljesen, teljesen jó lesz. Jó, nézzük meg. És mindez azért, mert Ádi bácsi rossz kaszuszbelit választott. Úristen, milyen morálsebzéssel indított. Alacsony volt a morálod. Igen, igen. Ott valaki rám jön, jó. Ez támogatás. Ez király volt. Ez jó volt most nagyon. Igen, kicsit visszavonulok, mégiscsak ide. Közben annyira bírom, hogy a mamelukok így végküldik az egész seregüket kettesével a sivatagon. Igen, igen, igen. Csak kettesével mennek. Jó, elindult kifelé az a sereg, amit megvertél. 32 ezer ember, és Teheránon átmegy. Ha jól látom, akkor el fog fordulni. Hát picit, mint hogyha Hoyevez felé menne le, de közben meg nem is. Nem. Nem, ide jön. Rám jön? Pénázik, vagy... Hova jön ez? Lehet rád jön, mert ott mindjárt... Nem, elfordult nyugatnak. Are you... Nem tudom, are you egy kicsit feljebb állok. Akcióra készen. Jó. Igen, elképzelhet, hogy itt lesz egy nagy csata. Az a rossz, hogy hegyekben kell védekeznem. Le kellett vásárolnom a War Exhaustion-emet. Wow. Te egy ideje már háborúban vagy azért. Igen, most háborút követett Madagaszkáron. Britekkel is megint összementünk. Aha. Plusz nyertünk. 7%-on vagyok egyébként, ostrom tekintetében. Az jó, ideje lenne foglalnunk, mert utána ez sokat ad, ugye ő a főváros, úgyhogy... Igen. Nagyon gyűjti a seregeit, Rushnál gyűjti össze. 28, plusz 28.
Szóval most azt csinálja, hogy... Egyes seregekkel mozog délre amúgy Igen, ez mert az. azt csinálja, hogy egyenként legyártja a seregeit, és a zsasnál van a seregszemle, ahol összegyűjti őket. Aha. Én ide lentre képezek egy kis fogadó sereget. Hogyha azt a helyezi sereget át tudod dobni Hamadánba, akkor egyrészt közelebb lenni, hogyha kell segíteni, másrészt hegyekben kéne védekezned, hogyha rátámadna, ami óriási előny, és akkor igazából szépen be tudnánk őket őt szorítani. Megtörtént. Köszönöm. Elindultak arra. Még mindig kettőbe van választva igazából a fősörege. Az egyik most tér vissza. Hoppá, rátámadt, úgyhogy Még megállítom egy pillanatra most az jön. időt. Szerintem még meg is nyerhetjük ezt az ostromot. Az nem lenne semmi egyébként. Jó, én Megnyernénk. megpróbálok majd mindjárt futólépésre váltani. Oké. Egy pillanat múlva pauzolok megint. Szerintem amúgy jók vagyunk csatában. Nem nyertük meg. Goddammit. Jó, futólépés, és akkor indulok, és... Megy mindkét seregem, ide küldök egy tábornokot, és elindultam. Ha minden igaz, tessék, látod ezt a morál különbséget? Jézusom, mennyit számít! Tehát alapból nekem jobb a disziplinám 4%-kal, és a morál az kb... Ugye nekem most 5.31, és kis sebzés után neki 1.82. De ő, tehát hogy... Ja, ez nem volt mindegy. 9.1 a 7.9-hez. Szerintem ez elég easy lesz, de azért gyere, mert van nekem egy perma minusz kettőm a hegyek miatt. Szerencsére folyóátkelés nincs. Itt a perzsa hegyekben kicsit túlzás is lenne, de ez ennyi volt. És hogyha most el tudsz menni Raktba, vagy Rastba, akkor szerintem el is tudod kapni. Hogy hova vonul vissza az idióta? Ja nem. Nem tudom, hova vonul vissza. Ja, és hozta volna nyugatra az utánpótlást? És az már pont nem ért ide, az a 42k. Hú. Akkor még szerencse. Jó, megvan az ostrom. 71%-ra felmentünk. Megkötöd már a békét, vagy még kell valami Ja, hozzá? bocsi, le voltam némítva, szóval azért pauzoltam, hogy megnézem, hogy mit tudunk kihozni a békéből. Tehát a madagaszkári Szerintem területeket bőven elég. mindenképpen elkérem. És ennyi, tulajdonképpen nincs más, Azt nézem, hogy ami mennyi lenne ezt szükségem van. bevazalizálni. Á, nem tud bevazalizálni. Nem, azt nem. Hát akkor menjünk haza. Release-elni tudnék nemzeteket, nincs sok értelme nem éri meg. igazából. Többiek járnak jól vele, nem mi. És akkor még valamit megpróbálok csinálni vele, csak Pénzt hogy így. kérsz, war Jó, még egy repair. humiliate-et rá tudok tenni. Hát, hogyha neked ez egy ellenséged, akkor mindenképp. Mert az ad egy csomó power projection-t. Nem tudom, hogy mit csinálom, de mindegy. Jó lesz ez neki. Működik a humiliate együtt a területkéréssel? Aha. Az tök jó. És még azon gondolkodom, hogy lehet, hogy war repet is igen tudok kérni, hogy egy kicsit kevesebb pénzt kérek. Ne, kérj nyugodtan pénzt! A war repből egyébként abból én is látok, a pénzből nem. Nem. Tehát ha kifizetted vele egyben, akkor abból én is kapok. Hogyha war repet kérsz, akkor azt csak te kapsz. Bevétel. Hát rendben van, de keveset kell levonnom a maxból, amit ideadnak, hogy adjon jó. War repet. Tehát, hogy... Fine. Legyen. Jó. És akkor ez így megköttethet.